Hát Kölmen ezúttal négy nemzet, négy csapat, a három spanyol vagy spanyolos edzővel, a Veszprém ellenfel az északi stílus lesz. Eddig a Kielcét irányító Dusevajev magyar kapitány az egyetlen tréner, aki játékosként is nyert BL-t, a második a veszprémi Carlos Ortega lehetne. Első felvonásban Kovács Mihály korábbi válogatottal, edzővel latolgatunk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszönöm neki. Misi, azt mondta a Veszprém elnöke, hogy egy több éves fejlesztési terv közepén vannak, a cél a Final Four döntőbe jutás, ennek a folyamatnak a végén a cél 2017-ig a trófea elhódítása. A végső győzelemre idén mennyivel több az esély, mint a tavalyi kilátások alapján? Én erősebben, igen, én az idei Veszprémet erősebbnek érzem, összeszokottabbnak, kompaktabbnak érzem, mint a tavalyi Veszprémet, de nyilván, ahogy a csapatok is fogalmaztak, majdnem minden csapat ugyanúgy azt mondta, hogy négy esélyese van a találkozónak, tényleg a Barcelona az, aki talán tapasztalatokban... Talán a Barcelonát egy kicsivel a többiek elé helyezhetjük, a rutin és a tapasztalatok miatt? Igen, de szóval úgy érzem, jó esélye van most a Veszprémnek, hogy egy két legyőzés a döntőbe kerüljön, és azokat a célokat ugye elérjék, amit már most már régóta áhítanak, hogy eljussanak a döntőig. Tavaly megtörtént az, hogy elkerültek a Final Four-ba. Idén bízom benne, és nagyon szurkolok a Veszprémnek, hogy sikerüljenek a céljaikat elérni. Tehát bízom azt, tényleg. Ha a másik ágra vetünk egy pillantást, azt nem tartod valószínűleg, hogy a Kielce Dusevajev ide vagy oda, az ő edzői játékos tudása roppant ereje, szóval, hogy a Kielce nem tudja megállítani Karabaticsékat? Nagyon, nagyon jó formát mutatott a Barcelona egészében. Tehát, hogyha néztem az eredményeiket a Bajnokok Ligájában, szóval mindenkit ledaráltak. Tehát a Dusevajev ismeri a spanyol kézilabdát, ismeri a Barcelonát. Én azt gondolom, hogy Karabatic tényleg, ahogy mondták, nagyon jó beépült most már. Tavalyi évben még az első éve volt, ugye nem is egy talán fél évet játszott akkor Barcelonában. Ebben az évben már tehát az a Barcelona sokkal jobban összerázódott, összeszokott. Kevesebb esélyt látok azért rá. Nyilván van, minden csapatnak van esélye. Mivel lehet megfogni? Ez egy kicsit talán, hogyha a Veszprémnek sikerül a döntőbe jutni, és ott találkoznak, akkor a Veszprémre vonatkozó kérdés is. Szóval igen, a lengyelek részéről mi lehet az, amivel megfoghatják a Barcelonát? Hát, nagyon-nagyon nehéz kell, még egy játékos beállítani, de lehet, hogy az is kevés. Tehát a Barcelonát tényleg egy olyan komplex csapatnak látom, akár a támadásba, akár a védekezésbe, akit nagyon-nagyon nehéz legyőzni. Ha valamit lehet találni, tehát azzal, hogy ezt a nagyon agresszív, ő náluk is a védelem az elsődleges, ugye ahogy nálunk is a Carlos Ortega mondta, hogy Barcelona vagy a Veszprémnek az erőssége az, hogy egy nagyon-nagyon erős felállt védelmi ellen falat tudnak felállítani. Tehát ha ezt át tudják valahogy, vagy föl tudják törni, és van egy olyan Šarić a védelem mögött, akit azért látunk a világbajnokságon is, hogy Messi megbe tudott szerepelni a katari válogatottban, akkor hogy egy olyan kapusuk van, aki tényleg nagyon-nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Tehát én azt gondolom, hogy a felállt fal elleni támadása a kulcspontja annak, hogy egy Barcelonát le lehessen győzni. Igen, és ott milyen teendők meg tehát nyilván nagyon szélesen. Ugye ami érdekes a kézilabdázásban, nyilván most már próbálják szétteríteni azt a hatos falat, ugye az a hatos vonalnak a hossza az 26 méter tulajdonképpen, 20 méter széles a pályánk. Tehát nem véletlenül, hogy a sarokban lennálnak a szélsők, tehát minél szélesebben próbálni játszani, hogy a védők egymástól távol kerüljenek, és akkor a beállós és az átlövők kapcsolata nagyon megerősödhet, a védők egy kicsit távolabb kerülnek egymáshoz. Látjuk a mai kézilabdázásban, hogy a beállások nagyon sokat kihelyeznek egyes-kettes közé, tehát a szélső és a kettes védő közé, ott próbálnak meg az átlövők ilyen páros kapcsolatokat kialakítani. Tehát ennek nagyon-nagyon megnőtt a jelentősége, a beállós játéknak a jelentősége nagyon megnőtt. Ebbe tud talán a Veszprém is előrébb lépni azzal, hogy most a Šarić mellett most már ott azért a másik beállósunk is, aki esetleg tehermentesíteni tudja a társát. No, a Veszprém helyzete azért is érdekes, mert ismételheti a tavalyi elődöntőt a Kiel ellen, és te azt mondod, hogy idén jobbak az esélyei, hogyha a Veszprém erősebb lett, kompaktabb lett, akkor mi a helyzet a Kiel-lel? Kiel bajlodott ugye elég azzal, hogy sok-sok sérültje volt, most ugye azt mondja Gislason, hogy kompletten tudnak felállni, tehát mindenki...
Illetve én a Kielnél látok egy olyan problémát, amit így a bajnokságban is láttam, hogy tényleg van két soruk. De nem tudja az edző, hogy ki az, aki igazániból jól tud együttműködni. Nem annyira összeszokott most ez a Kiel? Nem is az, hogy az összeszokottság, hanem a pozíciókat, a helyeket nem találja talán az edző, hogy hol tudnak a legjobban teljesíteni a játékosok, és ezért tehát a Duvnyákot tudom például hozni, most elég sokat balátlövőt játszott ebben az évben, holott én azt gondolom, hogy inkább az irányítóban, vagy olyan játékban, ahol három átlövővel játszanak, és ő a középső területen tud játszani, ahonnan aztán el tud mozogni, és elég sokat most nem csak a bajnokok ligájában, a bajnokságokat is láttam, hogy sok a balátlövőt játszik, és nem tud olyan eredményes lenni, mint ahogy régebben volt, de hozzáteszem, a lerohanásokban volt nagyon-nagyon erős mindig a Kiel. Ugye a tavalyi mérkőzésen is volt egy olyan fordulópont, ahol nagyon sok indításgólt kaptunk, és ha jól emlékszem, talán 10 fölött 12, vagy annál több indítás. A feladat akkor idén is ugyanaz, ezt elkerülni, ezt igen. Megállítani, ezt lelassítani, ezt nem engedni. Igen, kapusposzton is egy kicsit gyengébbnek érzem most a Kielt talán. Sérült kapusaik voltak, fölépültek most már, tehát nincsenek talán olyan formában a kapusaik, mint ez a másik, igen, tehát azt mondod, hogy a forma időzítés, ami a sérülések miatt ugye rajtuk kívülálló okokból is olyan, amilyen, de talán a formaidőzítésben lehet megint a Veszprém, vagy lehet most a Veszprémnek az ereje, vagy az előnye szintén. Igen. Tehát az, hogy ahogy láttuk tavaly a kulcsemberek, Ilics vagy Nagy László, nem azon a Final Four-on voltak a legjobbak az évben, most a jelek arra utalnak, hogy erőteljesen a csúcsforma felé tartanak. A nagyon fontos, mindig azt mondjuk mi edzők, illetve akik a labdajátékokban is gondolom igaz, hogy tehát a munkából, a játékból kell belemenni, és most azért, hogy Magyarországon is ugye volt ez a rájátszás, tehát a mérkőzésből mennek most bele ebbe a Final Four-ba, tavaly 3 hetet kihagytak. Igen, most ez 10 nap volt, ugye? Vagy hát igen, ez egy pont az volt, hogy optimálisát tudták tenni a pihenés, munka arányát, és mondom, hogy talán egységesebbek vagyunk, nem voltak azok a sérülések, elkerültek talán minket ezek a sérülések, amit a Kiel megélt az évben. Én tényleg, annak ellenére, hogy Németországban van, ugye, tehát óriási előnyt származik azzal, hogy nyilván 8000 szurkoló a 10500-ból, vagy nem tudom mennyi a befogadó képessége a csarnoknak, az biztos, hogy német lesz. A többi csapatnak a szurkoló, egy 1500 veszprémi szurkoló fogja elkísérni őket, nyilván ők is majd a hangukat azért fogják hallatni, de azért csak-csak az a helyező közösség, és az a szurkolás, az ütemes, az a tapsoló kártyával, vagy nem is tudom, az fantasztikus mindig, ahogy látom a német csapatokat, ahogy buzdítja a közönség. Mennyire tartott kulcs szereplőnek ezen a hétvégén a Veszprém kapusát, Miklár Rolandot? A Veszprém kapusait mondhatnám, de nem véletlenül mondtam Miklár Rolandot, akivel egyébként most hosszabbítottak 2019-ig, igen. És úgy szintén egy nagyon jó szezonon van túl. Igen, igen. És ugye volt egy olyan szakasz, hogy a kapusunk a Veszprémnek sérült volt, ezért róla több lehetőséget kapott, de nyilván élt is vele. Nagyon fontos szereplője a kapus. Mindig azzal kezdjük, hogy védj egy jó kapust. Tehát az meghatározza azt, hogy mennyire bátorodnak föl a átlövők, a mezőnyjátékosok. Hogyha tényleg jó a védelem, megszűri, és a kapus megvédi azokat, és nyilván bravúrokat is tesz hozzá, hogy a Roland képes rá. Úgy hiszem, hogy a kapusoknak jelentős szerepe van a mi játékunkban, a kézilabdázásban. Tehát Rolira nagy feladat hárul, remélem, hogy annak ellenére, hogy tapasztalt a válogatottba is, megmutatta, hogy mire képes. Nem fogja ez a teher talán őt összenyomni, de úgy gondolom, hogy két olyan kapusa van, két más stílusú a Veszprémnek, akik nagyon jól kiegészítik egymást, tehát én biztos vagyok benne, hogy nagyon jól meg fogják oldani a feladatot. Ha egy kicsit álmodozunk, és azt latolgatjuk, hogy túl tud lépni a Kielen idén a Veszprém, és azt képzeljük el, hogy egy döntőben a Barcelona várna rá, akkor ha a két csapat elleni mérkőzést, stílus, taktikát egy kicsit összehasonlítjuk, akkor arról mondjál valamit. Melyik a nehezebb? Egy hasonló jellegű iskola ellen játszani, mondjuk majd a Barcelona ellen, vagy egy eltérő északi német stílus ellen, mint az elődöntőben, aki várható? Más a stílus egy picit, tehát, de mégis azt gondolom, hogy mégis hasonló, ugye, mert a
spanyoloknál a végletekig kidolgozott taktikai fegyelem. Ugye abból beszéltünk legutóbb is, hogy a Szeged és a Veszprém is ebben lépett előre, hogy a spanyol edzők nagyon-nagyon rászorítják az játékosokat, hogy nincs labda eldobálás. A Kielben ugye talán az átlövések a Jihától, illetve a többi átlövőtől is akár, tehát most lehetne sorolni a neveket, azok inkább jellemzőek, de hozzáteszem, hogy a szélsőik is azért beviszik a labdát, nem gondolkodnak, nagyon kis szögből is megpróbálják befejezni. A spanyoloknál meg ez a... Kivárás, a beállós megjátszása, a szélre való lejátszások. Tehát ugye a vonalról történő gólszerzés lehetősége sokkal nagyobb esélye van. Tehát a szélről, beállósból való, betörésekből való gólszerzés, mint átlövésekből való gólszerzés. És nyilván mi is ebből léptünk talán előre, hogy sokkal jobban megjátszuk a beállós. Hát a Szulics az hétről hétre 7-8 gólokat tud lőni. Ő is hosszabbított, úgyhogy... Igen, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez így van. Tehát azt gondolom, hogy hasonló a taktika egy picit, de mégis más, mert tehát ott nagyon fegyelmezetten kell a spanyolok ellen a beállós körüli játékot, a szélre való védekezést megoldani. Itt a Kielben egy picit talán az átövőkre fokozottabb figyelmet kell. Szerintem. Na hát meglátjuk, reméljük, hogy idén legalább egyet lép előre a Veszprém, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.